Előbb az Ügyrendi Nemzetiségi és Városüzemeltetési Bizottság és a Nevelési Ifjúsági Civil Sportügyi és Közművelődési Bizottság tagjai együttesülés keretében nyílt ülésen egy napi rendi pontot tárgyaltak. Az óvoda alapító okiratát módosítani kellett a státusztörvény változása miatt, ezt vezettük most át, és ez alapján fogadtuk el az új megnevezéseket. A státusztörvény szerint köznevelési jogviszony, illetve munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozókká válnak. Ezt a napirendet ezt követően a Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság is tárgyalta a helyi középiskola tulajdoni viszonyainak rendezéséről szóló témakör mellett. Ezt az ingatlant 2016-ban már használatba adta a város az iskola számára, majd törvényrendelkezések kapcsán tulajdonba is adta. Azonban ennek az épületnek a felújítása két topos pályázatból valósult meg, amelynek van fenntartási időszaka és elszámolási időszaka. Na itt került arra sor, hogy két törvény az nem egészen simult össze, és éppen ezért gyakorlatilag előről kellett kezdeni ezt az eljárást. A már meglévő szerződéseket, azokat vissza kellett vonni, és amikor majd ez a pályázati időszak lezárul, akkor pedig ezeket a szerződéseket újból el kell készíteni, tehát a vége megint csak az lesz, hogy a város ezt tulajdonban fogja adni a Georgikon számára. A képviselőtestület ezt követően mindkét napi rendi pontban döntött, valamint zárt ülésen további egyet vitattak meg.